Közel 60 év alatt legalább 40 ezer szentmisén, 3 ezer temetésen és 2500 esküvőn szolgált Basa István galgahévízi kántor, akinek életútja 2015 nyarán 87 évesen zárult le. Egy csodálatos életútról beszéltünk, azt mondom, ő István bátyám, aki a környék egy mondhatom azt, hogy nevezetes ember, nevezett egyénisége volt. Talán én vagyok most jelenleg a legközelebbi, aki végigéltem az életét. Ő 1927-ben született, ő a legidősebb testvére. Öten voltunk testvérek, egy testvérem 2 éves korában meghalt, ő volt a legelső, és itt nőtt fel a galgahévízen, gyerekkorát itt töltötte. Azt el kell mondanom, hogy a család egy nagyon vallásos család. Mi a templom mellett lakunk, vagy laktunk, és a kántorház mellett. És édesanyám egy hívő, vallásos, nagyszüleim is. És ugye mit csinálja a 17 éves gyerek? Ő középiskolába járt, illetve a polgári iskolába 60-ba, de ugye nem tudta befejezni az iskolát, amiatt, hogy neki segíteni kellett. Ő 17 éves korában már szántott, vett és segített a nagyapának. És miután, hogy mellettünk lakott a Szende Tóni bácsi a kántor, ezért rögtön adódott, hogy, és ő zeneileg is elég ügyes fiú volt a bátyó, hogy fölment egyszer, kétszer, háromszor a kórusra, és ott ragadt. Basa István 1950-ben elvégezte az egri kántorképzőt, majd 1951 hanvazó szerdáján Heréden ült először az orgonához hivatásos kántorként. Éveken át napi 20 kilométert kerékpározott a két település között, hogy eleget tudjon tenni vállalt kötelezettségének. A megüresedett kántori állást 1955-től tölthette be galgahévízen. Ezt követően a környékbeli településekről is gyakran kértek tőle segítséget. Éveken belül a környék kántora lett. Tehát amikor azt mondta valaki, volt egy Nácsi, és ezt talán egy kicsit ilyen nagyon nagy dicséretnek, de én azt mondom, elismerésnek is tartható, vagy elismerés is lehet, hogy az egyik polgármester barátomnak az apósa mondta, hogy hát a Basa kántornak olyan hangja volt, és hála Istennek is adottság. Ezt ő sosem nem vert a nagy doblet, de nagyon szépen énekelt. Szenzációs hangja. Soha sem hiányzott az orgona mellől. A közel 60 év alatt egyetlen napot sem volt szabadságon vagy betegállományban. 2001-ben Galgahévíz önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki 5 évtizedes áldozatos szolgálatáért. Nem szerette ezt az elismerést. Nem is, hogy az elismerést, persze szerette, azt mondták kántorról, köszönjük szépen, milyen szépen énekelt, elhallatszott a hangja a temető végére, és ezt tulajdonképpen ezt örömmel vette mindig, de hogyha elkezdték jobban dicsérni, vagy hogy ezt neki kitüntetést adni, ezt nem nagyon szerette, tehát mindig háttérben volt. Tehát mindig más volt fontos neki, mint ő. Munkáját azonban nem csak a falubeliek ismerték el. A Váci Egyházmegyéért kitüntetés Szent István emlékérmet Bár Miklós püspök adományozta neki. Töretlen lelkesedéssel végezte munkáját, a galgahévízi férfiakat összefogva kórust is szervezett, akik mindig részt vettek a nagypénteki passiókon. Végül 2008-ban úgy döntött, hogy átadja a kántori szolgálatot. Basa István mosolygós, kedves ember volt, akit a közösség nagyon szeretett. Utolsó útjára 2015. június 25-én több százan kísérték el. Ugye otthon van nekem egy orgonám, amivel szoktam gyakorolgatni és játszani, hogy vigyük ki a temetőbe, és ilyen temetés legyen, hogy őt orgona hangjai mellett kísérjük utolsó útjára. És mindig elmondta védrendeletként, és ezt mindig olyan
olyan szeretettel mondta, hogy fiam, azt szeretném, hogyha engem a Turai kántor, Tóth Péter kántor úr, és a Máriebesnyői kántor, Kája Sanyi búcsúztatna el. Hogyha felhatok az égbe, ott találok téged el. Ha leszállnék a mélységbe, látnám jelenlétet. És ha messze tengeren múl, szállnék hajnal szárnyakul, oda is jobbod visz engem, s tart fenn minden kor. A temetésen együtt emlékezett a gyászolókkal Tóth Ferenc, egykori bagi plébános is, aki gyakran kérte Basa István kántor segítségét. Sokszor segített ki bennünket is kántori hivatásával. Lelkiismeretes, pontos, kulturált szolgálatvállalása mindig megnyugtató volt. A mennyei liturgián szolgáljon tovább. Amen. A galgahévízyek nevében Vanó András polgármester búcsúzott a település negyedik díszpolgárától. Tisztelt gyászoló közösség, Üste bácsi, kántorpapi. A megnevezés már magába hordja azt a megtisztelő érzést, melyet értében kaptam Üste bácsitól. Kántorpapi. Szinte minden nap találkoztunk a hivatal kertjébe, és a köszönés, egy pár jó tanács és jó szándékú figyelmeztetés nélkül nem múlhattak el ezen találkozások. Az életét is így módon élte közösségünkben. Testvéreim, fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a feltámadás reményében kísérjük haladtunk az utolsó útján nyugvó helyére. Ott közben imádkozva ajánlok őt, mennyei atyánk végtelen irgalmába. Hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.